Sziasztok! Sziasztok! Value Streamről beszélgetünk Misivel. Igen. Az volt a kérdés, vagy az a kérdés vetődött fel bennünk, miután tisztáztuk, hogy a Value Stream, ha tetszik, ha nem van, egy-egy szervezetben, hogy kinek a dolga a Value Stream kérdést pedzegetni, kérdezgetni, gondozgatni, előállítani, feltárni, finomítani, puhítani, keményíteni. Hát igen. Igazából attól függ, hogy meg... Tehát ez tényleg szervezeti méretkérdés is. Ha ténylegesen van jó product ownerem, és ő ténylegesen szoftvert fejleszt, vagy a szoftveres termékkel foglalkozik, tehát ő product owner by Scrum, akkor ő, hiszen a termék piaci performanciája az az ő felelőssége, az az ő területe, és a piaci performancia az nem csak attól függ, hogy mennyit viszek ki a piacra featured egyebeket, hanem attól is függ, hogy azok hogyan állnak elő, milyen költséggel lehet őket fenntartani, stb. A teljes value stream fölött ő neki diszponálnia kell. Vagy hát illetve azért ő akkor is felel, ha nem tudja, hogy van value stream, vagy nem tudja, hogy mi ez a value stream, mert a termék piaci performanciájában ez elem. Ha ő nem tudja, semmi gond, legyen mellette egy jó Scrum Master, aki segít neki ezt a hiányosságot észrevenni, és mondjuk kicsit utána olvas, utána néz, mert a Scrum Master ugye egyben kutatja és fejleszti a módszertant, és segít a Product Ownernek a saját területéhez tartozó, a termékéhez tartozó value streamet észrevenni, felmeppelni, a value stream alá a processzeket felvésni, a processzek alá a méréseket összepakolni, és ezek alapján, vagy ezek mentén is vizsgálni azt, hogy ami történik, az mennyire optimális, mennyire fenntartható. Ez a fenntartható, ez nagyon-nagyon fontos szó. Tehát a value stream sem arról szól, hogy én szarrá akarom hajtani, és ki akarom préselni a berét is a rendszernek, nem, hanem arról szól, az Agile Manifestóval teljesen összhangban, hogy a fenntarthatóság, must be able to keep a constant pace indefinitely jegyében. Vagy a value stream pontjain működő egységek, mint boldogan és békésen, boldogan érezzék magukat, ne várakozzon az egyik túl sokat, ne érezze a másik, hogy túl nagy a nyomás rajta, hanem hogy mindenki, tehát ez is szépen el legyen simítva a rendszerben. Ne égjen ki, ne menjen tönkre, ne kelljen adott esetben olyan karbantartásokat végezni, ha mondjuk gépsorokról van szó, hogy a gyártókörnyezetben, ami abból fakad, hogy váratlan hibát kell elhárítani. Abszolút, tehát legyen kiszámítható. És a kiszámíthatóság az mindig egy sokkal nagyobb érték, mint egy rövid távú erőszakos maximalizálás. Nem is optimalizáció, egy rövid távú erőszakos teljesítmény maximalizálás. A Scrum Master elkezdi a Product Owner-t felvilágosítani. Pöcögtetni, hogy figyelj már, jössz nekem itt mindenféle problémákkal, nézzük már meg ezt a Value Stream-et. Mi történik? Hogyan látnak neki ennek a feladatnak? Hát, és ez most a Scrum-tól és Product Owner-tól függetlenül igaz lesz. Egy. Tedd fel a kérdés, hogy hol akarom elkezdeni? Mit tekintek bemeneti pontnak? Innen indulunk. Mi az első? Honnan indulunk? Így van. Mondjuk klasszikusan, mit csinál a marketing meg a piackutatás? Van-e? UX research, ha mondjuk szoftveres környezetről beszélünk. Ja, hát igen, az úgy nem nagyon van. Hát persze, van egy UX-es, de amúgy is három projektem van 280%-on foglalva, úgyhogy neked nincsen UX-es. Tehát mi a belépés, mint hol kezdem el? És kettő, nézzek, hogy hol van a vége. Húzd meg a határát. Mondjuk én csak az élesítését akarom vizsgálni most a value streamet. Vagy a kivezetését akarom vizsgálni a value streamet. Vagy az átadás átvételét akarom vizsgálni a value streamet, hogyha ilyen projektes megbízásom van. Jó, tehát legyen meg az eleje, meg a vége, és utána jöhet az, hogy nézd meg, hogy ebben milyen a stratégiai fontosságú lépések következnek egymás után. Nagyon fontos, hogy ne menjél túl mélyre, tehát itt nem kell a folyamatok részletébe belemenni, és ilyen if-else-then akármi döntési fákat, vagy elágazásokat belevinni ebbe a történetbe. Egy value stream az egy eléggé lineáris sztori,
Még akkor is, hogyha ilyen iteratív módon történnek a dolgok, az iteratív hurokra felfűzött elemeket szintén ki tudom teríteni egy nagyjából ideális vonalra, csak hogy áttekinthessen. Jó, tehát nem csinálok belőle waterfallt, meg phasegate rendszert, de valamilyen reprezentáció nekem szükségem van ahhoz, hogy lássam, hogy hova kell majd később nyúlni, és ehhez viszont elengedhetetlen az, hogy kiteregessen őt szépen egy lineáris sorra. Megbocsátható. Hol az eleje, hol a közepe, hol a vége, nekem hol az eleje, nekem hol a vége, hány szereplő van ebben a streamben, és mi a dolgom, kikkel mi a dolgom. Ugye az lesz a következő lépés, hogy el kell kezdeni beszélgetni az emberekkel. Kikkel kell nekem beszélgetni? Hát először is nézzük meg, hogyha meghatároztam a mi kell ahhoz, hogy a value streamen én végig tudjak tolni egy projektet, egy terméket, egy gyártási általán bármi, akkor ezen területeknek a jeles képviselőivel, adott esetben vezetőivel nekem le kell ülni, hogy hello, mi történik nálatok? Több szempontból is bocsáss meg, hogy itt szabadba vágok. Egyrészt nyilván, hogyha egy olyan szervezetről beszélünk, ahol mondjuk több siló van, és ott a silónak a pozitív-negatív értelmét majd még mindjárt majd lehet, hogy a következő adásban pedzegetjük, vagy feszegetjük. Viszont nekem egy silóból kinézve van egy elképzelésem a value streamről, ha addig nem tudtam, hogy van, vagy nem voltam el tisztában. Nem kell ezt a value streamot validáltatni a másik silókkal, a másik pontokkal? Ó, dehogy nem. Úgy van ez, ahogy én elképzelem? Tehát a beszélgetéseknek ugye egyrészt ez is a... Ha egy value streamet elkezdesz feltárni, mert majd később szeretnél rajta optimalizálni, miért nem? Akkor muszáj, hogy azok, akik a value streamben részt vesznek, egyszer legyenek jelen, és ténylegesen el kell érni náluk azt, hogy ugyanarról is ugyanúgy beszéljenek. Nemrég dolgoztam egy csapattal, hasonló problematika, különböző silókból összehoztuk a cross-functional témát, és mindenkit megkértem, hogy szépen magának vésse fel, hogy szerinte a bemenetében a kimeneti pontig hogyan néz ki a value stream. És öten ötféle képpel jöttek vissza. Ebben egyáltalán nincs semmi meglepő, mert mindenki a saját maga valóságát tökéletesen jól ismerte, de upstream, downstream, a többiekéről már csak olyan elképzelései voltak, amiket A. vagy hallott, vagy B. esetleg valamilyen kézikönyvben, utasítási dokumentációban ő látott, kapott, hallott, és ebből megpróbálta összetenni az egész képet. Mivel kapom az itemeket, így nagyjából rendben vagyok, mivel tovább tudom tenni, nagyjából rendben vagyok. Tehát nem érzi feltétlenül az ember a nyomás vagy a szükségét annak, hogy a saját silójából kitekintve a többiekkel erről koordináljon. Na és akkor ez volt az első ilyen meglepetés, hogy hogy te nem azt csinálod? Vagy te nem úgy csinálod? Én azt hittem, hogy Sőt, te azért csinálod úgy, mert azt hiszed, hogy nekem az a jó. Hát ne úgy csináld, és hasonlóan. Pontosan, és majd később fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan, meg milyen méréseket érdemes elkezdeni majd bevezetni, de az egyik ilyen, ez a százalék, C and A, ami nem a C-mundában egy... Már épp akartam fűzni le. ez a percent, complete and accurate. Tehát, hogy ha én kapok tőled dolgokat, azoknak hány százaléka felel meg pontosságban és teljességben annak az elvárásnak, amit én az adott feladattal, itemmel, egyébben szemben támasztok. És ez nagyon jó kis minőségbiztosítási mérés, ráadásul ez meg fogja fordítani a klasszikus push-t pull-ba. Tehát, ha én ezt elkezdem nézni, ezt a percent complete and accurate, akkor nekem oda kell menni a következő, és meg kell tőle kérdeznem. Na, akkor viszont el fogja mondani, hogy mit vár. És ha én ezt visszaviszem magamhoz, és elkezdek úgy dolgozni, hogy neki ez a person complete and accurate teljesen legyen, amikor odaadom, akkor ez már is egy nagyon egészséges lépés a poolból a pushba. Ha ezt nem teszem meg, akkor én a kis silomban a tökéletességes optimalizációra törekszem, tolom át neki a cuccost, és nem érdekel, fulladjon bele, csinálj bele, amit akar. A pushból a poolba akartod mondani, az előbb nem pool.
pushból megyünk a pullba, csak ugye klasszikusan, bocsánat, hogyha ezt összekevertem volna. Igen, csak tehát, mert lekommentelik, hogy nem is igaz. Simán, de akkor az legalább jó, mert figyelnek. A hétköznapban, vagy tehát normális körülmények között ez sokkal inkább egy push történet, ez a rátolom, amit én befejeztem, mert én azt gondolom róla, hogy kész van. Mosom kezémet. Abszolút. És simán lehet, hogy amúgy tökéletes a minősége, csak például ő túl sokat kap, és nála hegyekben áll. Vagy éppenséggel túl keveset, és amúgy meg malmozik. Jó, tehát ezeket a szereplőket össze kell terelni, és egy ilyen egészséges kérdésen keresztül kell eljutni oda, hogy mindenki megértse, hogy a másik mit miért csinál, és a létezésében milyen akadályok vagy problémák vannak, amikkel ő szembesül vagy küzd. Tehát a feltárás és a finomítás, az a Scrum Master drive-olásával és facilitásával működik, vagy indul, vagy folyamatosan van jelen, és a product owner, illetve bármilyen termékért felelős owner, ownerek segítségével, igen, és egyébként nyilván vezetői segítséggel és vezetői támogatással történik. Nagyon fontos a vezetői támogatás, mert különben nem fog létjogosultságot kapni a szervezetben ez a kezdeményezés, mert ugyan eljuthatsz odáig, hogy felmeppelted a dolgot, de aztán jön majd a következő fejezetünk, amikor arról fogunk beszélgetni, hogy na, ha már felmeppelted, akkor mit kezdjél vele, vagy mit tudsz vele kezdeni. Sziasztok! Hello. Hangosan!